sajnos nem tudtunk úgy játszani, mint a múlt héten. Ugye ott azért egy közönség szórakoztatás gólgazdag mérkőzés volt a Diósgyőr ellen. Ez a mai 1-0-ra végződő mérkőzés volt. Úgy gondolom mindkét csapatnak azért megvolt a lehetőség arra, hogy eldöntse a mérkőzést. Ugye ott a mérkőzés legelején egyben egy hatalmas helyzetünk volt, sajnos Márkó nem választott jó megoldást, és így nem tudtunk betalálni. Talán, hogyha ott megszerezzük a vezetést, akkor teljesen más mérkőzés lett volna. Így eléggé kinkeserves, küzdelmes mérkőzés volt. Tényleg nem játszottunk jól, és hát a Paksnak is volt ugye néhány helyzete. Annak örülök, hogy sikerült ott hárítanom. Ugye szokták mondani azt, hogy neked kevesebb dolgod van mondjuk a magyar kapusokhoz képest, mint a kollégáknak, de azért most úgy eléggé jól belőttek, nem? Igen, ugye vannak ilyen vélemények, hogy én kevesebbet vagyok foglalkoztatva. Mondjuk ez, én azt gondolom, hogy minden mérkőzés más, tehát igen, vannak olyan meccsek, amikor olyan fölénybe játszunk, hogy ritkán kerül az ellenfél a kapunk elé, de azért olyanok is megtalálhatóak, hogy tényleg szükség van rám, és nyilván örülök ilyenkor, hogy hozzá tudok tenni a csapat eredményességéhez. A Vasas ellen valami hasonlóra számíthatunk, mint most a Paks ellen? Hát remélem, hogy hasonlóra, mint a Diósgyőr ellen. A Vasas jó formában van, szervezettel jól futballoznak, eredményesen futballoznak, úgyhogy biztos, hogy egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, de én bízom benne, hogy azt a formánkat fogjuk tudni mutatni, mint a múlt hétvégén, ugye a hazai pályán, és begyűjtjük a három pontot, mert nagyon fontos lesz.